Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt ház képviselőtársak! Hát Magyarország piszok nehéz helyzetben van. Piszok nehéz helyzetben van, hiszen egyre többen veszítik el a megélhetésüket. Akinek van még munkája, annak sincs már megtakarítása. A vendéglátóipar a csőd szélén, az egészségügy kimerült, a magyar emberek pedig egyre ingerültebbek, és várják, hogy az állam segítsen már végre rajtuk, azért a temérdek adóért cserébe, amit az elmúlt években befizettek a közösbe. És erre a magyar kormány bejelenti, hogy ezekben a válságos időkben milliós jutalmakat fognak biztosítani azok számára, akik önök szerint kiemelkedőt alkottak a válságkezelésben. Nem az ápolók kaptak milliós jutalmat, amiért állják a sarat a kórházakban. Nem is a vendéglátósok, akik próbálnak majd egy éve talpon maradni pénz nélkül. Nem is a melósok kaptak jutalmat, akik Európa rekorder adókat fizetnek a válság ellenére. Önök úgy döntöttek, hogy itt és most nem a népet kell megjutalmazni, nem azokat kell megjutalmazni, akik a hátukon cipelik ezt az országot, hanem saját magukat. Tisztelt államtitkár urak, önök milliós jutalmakat tehettek zsebre ezekben a igen nehéz válságos időkben. Hivatalosan ugye az a kommunikáció, hogy önök azért kaptak jutalmat, mert olyan speciális képességeik vannak, amelyek fontosak az ország számára. Árulják már el nekem, hogy mik ezek a speciális képességek. Németh Szilárdnak melyik speciális képessége tette indokolta a milliós jutalmat? Az, hogy tűz nélkül is tud főzni így az ínséges időkben? Demeter Csaba, ön mire felkapott milliós jutalmat? Folyékonyan tud hazudni? Orbán Balázs, ön miért kapott milliós jutalmat? Azért, mert képes a költségvetésből 100 milliárdokat átpakolni a fideszes alapítványok zsebébe? Hát álljon már meg a nászmenet! Nálunk mifelénk a hazudozásért meg a lopásért nem jutalom jár, hanem büntetés. Hát önök még azzal a nem speciális, hanem alapvető képességgel sem rendelkeznek, hogy a válságban tudjanak döntéseket hozni. Rendkívüli felhatalmazást kérnek, hogy gyorsan tudjanak dönteni, de közben nemzeti konzultációt indítanak, mert nem tudnak dönteni. Nem tudják eldönteni, hogy nyisson az ország, vagy ne nyisson. Be lehessen ülni egy presszóba, vagy csak a buszon lehet tömeg. El lehessen menni egy vendéglőbe, vagy csak a bevásárlóközpontban lehet tülekedni. Képviselőtársak, segítek! Nyitni kell, ha csak fokozatosan is, de nyitni kell az országot, mert különben végleg bezárhatunk köszönhetően annak, hogy azt a temérdek pénzt, amit önök a vállalkozóktól, meg a dolgozóktól elvettek, megtartották saját maguknak. Hát Mészáros Lőrinc vagyona a válság ellenére 400 milliárd forintról közel 500 milliárd forintra emelkedett. Miből? Honnan vették el ezt a pénzt? Tudjuk, hogy honnan, a vállalkozóktól, meg a dolgozóktól. Hát ennek az embernek ma már kétszer akkora a vagyona, mint a brit uralkodónak, a királynőnek. Pedig lőtt csak egy udvari bolond. Közben a melóstak meg nem jut semmi. Arra verik itt önök a mellüket, hogy 4%-kal nőtt a minimálbér. 4%-kal úgy, hogy a forint meg 7%-kal gyengült. Hát ma kevesebbet ér a minimálbér, mint egy évvel ezelőtt. Eközben meg Gulyás Gergely arról beszél, hogy ha ilyen ütemben nő a minimálbér, akkor hamarosan utolérjük az osztrák életszínvonalat. Ez igen. Kis pénz, nagy szöveg. Vagy tudnak valamit az osztrák gazdaság összeomlásáról? Kétlem. Ott most éppen 1,5 milliárd eurót adnak a bajba jutott önkormányzatoknak, hogy indítsák a helyi gazdaságot. Önök meg pénzt vesznek el az ellenzéki városoktól azért, hogy legyen miből jaktozni, urizálni, meg persze megjutalmazni saját magukat. Képviselőtársak, ez nem válságkezelés. Ez nem válságkezelés, hogy Kósa Lajos türelemre inti a magyar vendéglőséget, hogy nyugodjatok meg, márciusban is éhesek lesznek a magyarok. Igen, éhesek lesznek. Sokan már most is nagyon éhesek. És tudják, az éhes ember sok mindenre képes. Minél éhesebb, annál több mindenre. Úgyhogy ne szórakozzanak, ne konzultálgassanak velünk, hanem fizessenek. Fizessék ki a bajba jutott melósok bérének a 80%-át. Emeljék meg az álláskeresési járadékot. Tegyék adómentessé a minimálbért. Adják vissza az ellenzéki önkormányzatok pénzét, és legfőképp fejezzék be a lopást. Ne provokálják tovább a magyar embereket, mert éhséglázadás lesz belőle. Képviselőtársak, el kell kezdeni fokozatosan nyitni, el kell kezdeni fokozatosan újraindítani az életet, mert nagyotmondásból nem lehet kenyeret venni. Adják vissza a magyarok munkáját, adják vissza az emberek pénzét, adják vissza az emberek életét. Minden anyagi és minden jogi eszköz, ami ehhez szükséges, az ott van önöknél. Hát ha több ezer milliárd forint elköltése és a kétharmados hatalom sem elég öröknek a válságkezeléshez, akkor meg adják vissza a mandátumukat és keresenek más munkahelyet. Nem lesz könnyű, mert tolvajokra, meg léhűtőkre sehol sincs szükség, kivéve a Fidesz.